Igen, 11. Fog. Meg kell volna, mint a maraton. Ilyen később kezdtem, hogy van a napot. Igen, bocsánat, én voltam a kibás elnézést. Nem olvasunk a mindjárt. Nem. Szép őszint kívánok valamennyiük, ne valamennyiüknek. Megalapítom, hogy határozott biztos a pénzbizottság. Ketten jelezték, hogy késni fognak, és az adott adó de adott képesek vagyunk. Most kaptunk egy anyagot, kérem szépen a 5-ös napi rendhez. A 5-ös napi rendhez Török László úr, az a Kör Kft. Gazdasági igazgatója is jelen van, és már is javaslom, hogy ezt a napi rendet tegyük az élre. Én ezt megígértem neki személyesen, mert ő még innen messze egy. Hogy ezzel kezdünk, és utána többinél már nem javaslok változtatást. Ugyan, itt a kívás kérdéseket nem tudjuk. Ahhoz meg kell várnunk a tisztelt a felügyelőtság elnöket. Én azt gondolom, hogy nem is ugye úr is fél hat körül mondta, hogy jön. Tak Tamás nincs. Igen, hogy nekem Tamás nincs, hogy tudja. Én úgy tudtam, hogy Hanák úr is. Akkor azért kitartani, ugye tovább köszönöm szépen Hanák úrnak. Tehát akkor maradna így ezzel az egy módosítással, és kérdezem, hogy az egyébként napirendez, van-e valakinek egyébként napirendben valami, amit el szeretném mondani, kérdezni. Ha nincs, akkor üres marad ez a napirend egyenlőre, és akkor kérdezem, hogy ki ért egyet a javaslatom, ami szerint az 5-ös napi rendet vegyük legelőre, aki velem egyet ért, azt tegye fel a kezét. Aki nem, tartózkodás megállapítani egytangú, és akkor így kompletten ezzel a módosítással a 12 napi rendet, illetve 11-et, mert akkor egyébként nem lesz semmi. Aki egyet ért, azt tegye fel a kezét, tartózkodás megállapítani egytangú volt. És akkor tulajdonképpen azt kérem, hogy ezt az anyagot, amit most kaptunk, emlékeztek rá, hogy amikor iskolában ültünk, ott volt először szó erről a dologról, erről a két cég közötti vagyon átadásról. Miklós, illetve házigazgató, nektek adom el a szót, jó? Kezdetek mindenkinek. Köszönöm szépen. A végig járja, erről már elmert. Csak azért adom magamhoz, mert a bizottság előtt már volt ez a kérdés. Tele a pénzügyi bizottság előtt a Dr. Kártyának a vagyonátadása nem ismeretlen, az utóbb a jól emlékszünk rá, akkor a Tóki-Kúti iskolában a Fritákon beszélgettünk erről, és akkor határozottak akkor a pénzügyi bizottság, hogy igen, ezt vigyük tovább, és ennek a formáját, illetve a tartalmát készítette el a Dr. és a önkormányzat együtt a, ennek az előterjesztésnek. Mindannyian tudjuk, hogy ennek mi az oka, ez akkor elmondtuk nagyon röviden, hogy üzemeltető társaság tulajdonában nem lehet vízi közmű vagyok, csak állam vagy önkormányzati. A Dr. Kft. Tulajdonában még mindig szerepel egy vízi közmű vagyok, tehát onnan ki kell vezetnie, át kell adni az önkormányzatnak. Ennek a folyamatnak a részeként tisztáztuk, hogy melyik azok a vagyontárgyak, amelyek már szerepelnek a mindenek a vagyonlátárában, melyek azok, amelyek nem szerepelnek. Ezek a vagyontárgyak képzik ennek a előterjesztésnek az 1-es és a 2-es mellékletét, illetve mindenek előtt egy megállapodás tartalmat, amely a Dr. és az önkormányzat között köttetne, mely egyrészt erről a vagyonlátárbontatásról, másrészt pedig arról szól, hogy a Dr. Kárti azokat a vagyontárgyakat, amelyek már szerepelnek az önkormányzatban, kivezetik a vagyontárgyakban. Nagyon röviden ennyit. Köszönöm szépen. Igazgató. Igazgató. Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Annyiban egészíteném ki a Miklós által elmondottakat, hogy tulajdonképpen itt egy adminisztrációs manőr történt a múltban. Ugye ez 2013. január 1-től kötelez a vízi közmű szolgáltatási törvény a vagyonátadásra, illetve államoltatásra. Ez sajnos adminisztratíve nem történt meg, ezt most helyre kell tenni mind a két oldalon, hiszen egy felső hatóság a felé számvevőszék, hogyha ezt vizsgálja, akkor mindenképpen megállapítja, hogy jogszabály ellenesen van a Köv Kft. Könyveiben, illetve hogy miként szerepel a önkormányzat könyveiben, az pedig így
során pontosítani kellett, ezért is alakult ki az, hogy van egy döntő hányadat, ami a korábbi vagyonértékeléskor már az önkormányzat vagyonkatasztelébe értékelve került, és van egy lényegesen kisebb hányad, ami viszont nem szerepel a önkormányzat nyilvántartásában. Tulajdonképpen ez egy adminisztrációs technika, vagy mi számítelileg kivezetjük a saját nyilvántartásunkból. Ez egy térítésmentes átadás, az önkormányzat pedig nyilvántartásba vesz, illetve hát ezzel pontosítja a saját nyilvántartását, és tulajdonképpen ezzel helyreáll az a jogszabályi rend, ami alapján úgymond revízió képessé válik mind a két fél, tehát tulajdonképpen ezt szeretnénk novemberben a folyamára bonyolítani. Köszönöm szépen, igazgató. Én kérdezem a két tündénket, hogy ők is ezt nyilván még eljutottunk idáig, és akkor ez az ő szemszögükből is az ő, hogy mondjam, jóváhagyásodat is bírja természetesen, hogy ez a tervezett megállapodás. Nem. Igen, hát beszéltünk úgy az iskolában, igen, mert több variáció szóba jön, de akkor ez a legegyszerűbb is, meg mondjuk akkor a leghelytállóbb is, hogy a beszélgató is mondjuk. A revízió álló, ütés álló, úgyhogy... Körüljártuk ezt a témát. Igen, de én is a jogász is néztem, tehát a könnyel is. Hát ha nincs, akkor megadom a testület bizottságba, egy képviselőnek a szót, hogy van-e hozzászólásuk. Ha mennyiben nincs, akkor azt köszönöm, lezárom, és akkor én a határaid javaslatot, amit kiküldtek itt a második oldalon, mert valamoztak egyet, ott van ennek a határozati javaslat, ami majd a képviselőtestület elé javaslom, hogy támogassuk és képviselőtestületünk is elfogadásra javasoljuk. Aki velem egyedül, azt tegye fel a kezét. Köszönöm, egy hangomat láttam. Köszönöm szépen a kérdésztetéseket, hozzászólásokat, ezt nem a mi rendet megtárgyalatot. És már jövő szerdán születik elő a 30-án a testületi végbekerültőmtől is. Igazgató, köszönöm szépen. Itt most álltam. További jó tanácsokat. Jó utazást. Átérünk az eredetértés most már kettesre, egy komoly anyagot kaptunk ismét a harmadik módosítása a költségvetésünknek. Mindjárt, ha foglalkoztátok a második oldalt, mindjárt fölül megvan, hogy miért is kezdődik ismét ez ide. Nincs erre semmi újdonság. Köszönöm, hogy a kettes számhajlékletben szépen egyformán egymás alatt felsorolják megint azt, hogy kihangsúlyozva azokat, hogy melyik határozattal osztunk költségvetési változtatást. Ezek vannak tulajdonképpen az eredeti költségvetésünkben, illetve a már két alkalommal módosítottnak a hát, módosítását. Kérdezem, Gyüldék, van-e hozzászólni valamit? Szerintem nincs, illetve annyi hozzászólni valamit, hogy 450 millió forintra megemelkedett az önkormányzat költségvetése, utána kincs tárgyalt, hogy tomjában kell könyvelni. Hiába nem érkezett vissza a pénz, úgy kellett könyvelni vissza. Köszönöm. Köszönöm. Nézzük. Kérdések? Hozzászólások? Ha nincs, akkor javaslom, hogy ezt is a képviselőtestületi úgy terjesszük, hogy itt a rendelkezőtartási javaslatavás első-második oldalon van, javasoljuk elfogadásra, és a harmadik módosítást is megtenni. Aki velem egyetért, ezt tegyek a kezét. Aki nem, tartózkodás, megállapítani egy hangot. Helyi adópolitika, ez benne van a saját elképzeléseinkben, hogy erre tárgyaljunk. Ilyen portály, amit sikerült mindenkinek átolvasnia. Hát és össze lehet foglalni tulajdonképpen, hogy az előterjesztő a meglévő adók mértékén nem kíván változtatni, nem javasol, bocsánat, változtatni, új adót nem kíván bevezetni, tehát, hogy a adópolitikában már szerintem elég régóta ezen a vonal mentén működik, és eleddig, hál' Istennek jól működött, bár most azért egy kicsit én a rádióból hallottam, vagy internetről olvastam olyat, hogy mi lesz az iparizési adóval, azt mondom, hogy a adót ugye most nem viszik rendesen, testéges 90%-ra. Sikerült. Reméljük, ez nem kerül majd a kérdőről. Nekem is, pontosan. Késni fog a...
Én magam részéről egyetértek az előterjesztővel, hogy sem új adót, sem még adózná meg, vagy a adó mértéke változatlan. Van egy eltérő javaslat. Van egy lukcsokat, hogy tudtuk a települési adóról, de az... Egyetért az előterjesztővel, azt tegye fel a kezét. Aki nem, tartózkodás, egy tartózkodás, soha nem tudjuk örökíteni a készültet. Egy ilyen igen, megszámasztanak a rendelkezéshez. Áttérjünk a 17. évi költségvetés elképzelési kiállítási intézmény igények véleményezésére. Ezt is a mi munkatervünkbe tettük, és kértük, hogy készüljön egy ilyen anyag. Én örömmel olvastam, intézményi igényeket is alaposan átnéztem magam részéről. Megadom a szót, e fölött a vitát megnyitom, és véleményezzük. Tessék hozzászólni. Hagyjuk meg intézményvezetőknek, alig kettő közül. Az összes itt van. Én az incéről olyan szolíd, visszafogott, hogy majd fejezem ki magam. Ilyet tudok rá mondani. Helyén van a dolog, én azt gondolom, hogy megtekintett a kulturális rész. Én néha még úgy érzi az ember, hogy nagyon is örök. Jó értelemben természetesen, ami reméljük sosem megy a, hogy mondjam, a minőségi olvására majd. Eddig nem ment, akkor azt a bizonyos féket, vagy nem tudom, hogy kezdem ki, meg lehet tartani nyilvánvaló. Úgy örülök. Hát a Tamásnak ugye sok kérdője van az anyagában, mert hogy ugye nem tudom, mi ez, azt meg lehet, hogy tud mondani. Hogy elkezdődtek el tárgyalások, mert én néztem, hogy szombaton a Bölöskein nyilatkozott, és nagyon, hát hogy mondjam, magabiztosan és frappánsan ott a tévében, hogy nagyon jól haladnak a dolgok az iskolák átvételére, az államosításról, akár idézőre teszünk, akár nem, hogy Némelyre kapcsolatban voltak mindenben. Mert a Tamás erősen befolyásolja a Tamás. Még az folyamatban van. Még az 23. magára írták, hogy kezdődik. Így van, tehát az, hogy folytatásokat kérnek, ugye rátározást, különböző kutatásokat, ezt a pénzt készítik, mikor éppen milyen formátumban, meg egyébben, mert egyszer megküldtük, most újra matúrhímzést kérnek rá, hogy ezek a munkálatok vannak, de én arról nem tudok, hogy bármilyen konkrét időben. Igen, belátosan, ha lehet arról van szó, ugye a felgyőzött sárvanyagával is tudom, ez ugye akkor egybe várják a két dolog, gondolom, mert ugye? Mert hát a Tamásnak elsősorban a tettő függ a... Polgármester úr Pánéval a tanfelügyeti igazgatóval folyamatosan tárgyal, de még semmi tényleg lezárás nincs, tehát éppen azok a tételek, amik akár dolgok átfed, akár az önkormányzatot, érintőleg azok abszolút nyitott tételek, tehát amit majd a költségvetés, ilyen szerepeltetünk ki az összegeket, azokról sajnos most még óriási bizonytalanságról lehet csak szólni. Igen. És akkor Éva? Én igazából értem a képzéseinket, ebben is van egy-két kérdésről, hiszen a benyújtott pályázatok, ugye még az energetikai pályázatok, kimenetele még nem igazán ismert, a gondoszoba is pályázat alatt van, még ezt sem tudjuk, hogy milyen elbírálásra esik, és a 9. csoportban pedig a nyilázáról cserél mindenféleképpen szeretném, hogyha ez megvalósulna, akkor is ott energetikai pályázaton nem érnék. Mert az egyetlen egy olyan csoportszoba, ahol még nem lettek kicserélve a nyilázáról, 90 minták készültek, és most már nagyon nehezen tudunk szervezni. Tehát ez mindenféleképpen, a többi pedig azt mondanom, hogy az adásunkat biztosítja a többi kérdés. Én egyet itt az első oldalon ilyen rossz számot látok, én szerintem ezt is már bejelentették, hogy a munkába járás nem 9 forint, ez 15. Ez ugye szeptemberben kellett még elkészíteni, és akkor ez még ugye olyan ismert. Nem mindez a 131 ezer nagyon befolyásolva. Igen, meg a másik a kafetéria is ki van számolva, de a kafetéria is ugye most fog változni az új törvényalkotással, úgyhogy az is egy
Bocsánat, csak elnézést hallottam, van ennek úgy rendelkezik. A intézmények, intézményvezetők valóban igényeket adták, egy volt olyan igény éppen a alapítványi, amit talán tegnap kaptam meg. De ezek részleteit a koncepció még nem tartalmazza, hiszen ezek koncepció. Hiszen nem tudhatjuk azt, hogy tehát nagyon sok az olyan függőtétel, amelyik attól függ, hogy egy pályázaton nyerünk, nem nyerünk, de vannak benne működési látok, egy másoló papír, hát az természetesen az nem lehet kérdés, hogy a működés felvételét minden intézménynek biztosítsuk. Tehát itt az elkészített koncepcióban az intézményvezetőknek a tételes igényei még kételszerűen nincsenek belépítve természetesen, majd a költségvetés alkalmával kerül sor, hiszen addig még rengeteg minden el fog dőlni. Köszönöm. Erzsiket. Intézményvezetőasszonytól szeretném megkérdezni Évától, hogy ez a Húsvét Mikulás gyermekeknek ajándék 220 000 forint. Ezt az önkormányzat fizeti? Igen, mert az óvodában akár húsvétkor, akár mikuláskor a gyerekek az óvodából ajándékot kapnak, és ezt az önkormányzat szokta finanszírozni, és az azért van benne, hogy ez tulajdonképpen ne felejtődjön el a költségvetésből. Értelek, csak én ezt egy kicsit furcsának érzem, mert az iskolában lévő gyerekek soha nem kaptak az önkormányzattól se Mikulásra, se karácsonyra ajándékot, hanem mindig a szülők azok, akik beadják erre az osztálypénzt, és abból kapnak ajándékot a gyerekek. És ugye mindig azt mondjuk, hogy takarékoskodnunk kell az önkormányzat vagyonával, hát én azért úgy gondolom, hogy annyi szép ajándékot ad, ha itt látja az ember felsorolva, hogy mi mindent kér az óvoda, és mi mindent kapnak a gyerekek, hogy én tudom, hogy a 220 ezer forint egy önkormányzat életében nem olyan nagy pénz, de valahol azért én úgy gondolom, hogy ez is sokat jelent, és ez is sok pénz, és én úgy gondolom, hogy ezt a szülőknek kellene finanszírozni, és nem az önkormányzatnak, mert te azt mondod, hogy ne felejts el az önkormányzat nem felejti el a gyerekeket, mert itt van szakmai játék 1 millió forint. 900 valahány ezer forint, de tulajdonképpen az egész oldal, és még a másik is a gyerekekről szól. Tehát én ezt furcsának érzem. A másik, az iskolában már évek óta gyakorlat a fénymásoló papír. A szülők minden fél évben gyerekenként 500 forintot befizetnek a fénymásoló papírra. Ami itt megint az önkormányzat részéről 200 ezer forint, és ez tulajdonképpen már akárhonnan is nézem 420 ezer forint. Félre ne érts, mert te nagyon jól tudod, hogy én a gyerekeinkért mindent, és minden pénzt odaadok, de azért most már úgy tudom, hogy ugye ingyenes az óvodában az étkeztetés is, tehát valamennyire azért a szülőket is bele kellene ebbe vonni, hogy egy kicsit támogassák az óvodában lévő gyermekek életét és az óvoda életét is. Ezek apró dolgok, szerintem a szülők ezt észre se vennék, de az önkormányzat már viszont itt maradna 420 ezer forint. Természetesen ezt nem kell megfogadni, és én ettől függetlenül ezt támogatni fogom, csak elgondolkodtató, mert ha ezt az iskola meglátja, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor az iskola gyerekeinek is szeretnénk kérni, meg akkor fénymásoló papírra se gyűjtünk össze pénzt, hanem akkor azt is szeretnénk kérni. Köszönöm szépen, és csak ennyit szeretném mondani. Ha egy picit megpróbálok tételesen, hogyha lehet válaszolni rá. Igazából a Mikulás ünnepség, a Mikulás és a Húsvét az arról szól, hogy ugye nincsenek szülők, és azért a 3-6 éves korú gyerek az mégiscsak gyerek. És azelőtt ez úgy volt, hogy a gyerekeink ugye ott érkeztek és saját főzőkonyhák volt, és ennek a gyakorlatából ugye a gyerekeink megkapták az ünnepség keretében a Mikulástól. Elég furcsának találom, hogyha mondjuk a Mikulás a gyerekeknek nem adna semmit az ünnepségen. Ennek ellenére a szülők viszont finanszírozzák a gyermekeket a csoport pénzből olyan szinten, hogy a karácsonyi ajándék nem csak az óvodai karácsonyfa alatt van egy központi, tehát az önkormányzat költségvetéséből kigazdálkodott játékpénzből megvett karácsonyi játék, vagy az alapítványunk által finanszírozott összeg, hanem a szülők is egységes csomagokat hoznak be a gyerekeknek, ugyanúgy, ahogy az iskolában, hiszen voltam a kikerényezzen kezdve, tehát ez is megvan. Viszont az óvoda és az iskola különbségében én igazából azt látom, hogy az óvodában például felmerült az is, hogy például ne az önkormányzat vegye meg az ágyneműt, hanem a szülő hozza le. Ez a mai világban gyakorlatilag az állami fenntartású, mármint önkormányzati fenntartási intézményében az óvodás gyerekre ez így elképzelhetetlen, sőt, meg van nyitva. Tehát itt az önkormányzatnak
tudnak az óvodát, ezt tulajdonképpen el kell látnia, ez egy feladat intézményi fenntartás, és ebből nagyon sok mindent mondhatnák, de például a fénymásoló papírt nem kérhetjük a szülőtől, mert például nálunk a pedagógiai programhoz ahhoz a dolgokra kérünk fénymásoló papírt, ami az anamnézistól kezdve a gyerek fejlődés nyomonkövetőség nyomtatványa, stb. Ez egy kötelező feladat, amit állami szinten köznevelési törvény szerint előírtak. Én ezért nem kérhetek a szülőtől fénymásoló papírt. Azért a szülők és a csoportok, nem a szülők, hanem a csoportok hoznak be fénymásoló papírt, amikor a feladatlapokat másolják. Tehát ahhoz megkapjuk a csoportoktól a fénymásoló papírt, de a kötelező feladatokra nem kérhetünk a szülőktől. Köszönöm szépen. Én ezzel most nem tudtam meggyőzni. Tudnélik, akkor ezek szerint az óvodás gyerekek kettő ajándékot kapnak Mikulásra, meg karácsonyra, mert a szülőtől is kapnak, meg az önkormányzattól is. És én azt mondom neked, hogy a 3-6 éves gyerek az gyerek, de a 6 és 10 éves gyerek is gyerek. Tehát akkor valahol ők is örülnének neki, nyilván, ha az önkormányzattól kapnának, de én ezt most nem fogom kérni, hogy kapjanak, félre ne értsetek. Csak úgy megütötte a szemem. A fénymásoló papír pedig csak annyi, hogy egy szülői választmányülés, ami biztos nálatok is minden szeptemberben van, és ha a szülők ezt megszavazzák, akkor ezt már is megajánlózom. Köszönöm szépen. Tehát nem kérdezhetőjük akkor sem, hogyha most például szeretnénk saját csoportnaplót készíteni a saját pedagógiai programokhoz, én a szülőtől nem kérhetek tőle sem a gyermeki fejlődés, mert kötelező a gyermeki fejlődés nem a követő nyomtatvány, az anamnézislapó. Tehát ezekre én nem kérhetek a szülőtől fénymásoló papírt, mert ez a köznevelési törvény szerint egy kötelező feladatellátás. Mi megkapjuk a feladatlapokhoz a fénymásoló papírt, viszont ehhez meg akkor is szükségünk van, és tudjuk, hogy az irodai munkára, meg azokra a dolgokra, gondolom, is tudjátok, hogy ezzel rengeteg. Igen, hát ezért van nálunk így, ahogy van, én ezt csak jó indulatból mondtam. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál rá. Még mindig maradhat nálam a szó? Tulajdonképpen itt az elképzeléseknek nagyon-nagyon örülök, és külön köszönöm a polgármester úrnak, mert úgy láttam, hogy... Az egy picit, van egy etapit, vagy egy intézményvezetőről. Jó, bocsánat, azért kérdeztem, hogy mondhatom, mert akkor nem. Mondhatom. Nem ezzel kapcsolatos már. Azért mondom, hogy foglalkoztatva azért, hogy az intézményvezetői igényekkel kapcsolatban. Igen, tehát itt az óvodához ez nem biztos, hogy ide kapcsolódik, csak itt találom a konyhai üzemrész jövő évi költségeit, és van közte két óvodai tétel, óvodai eszközpótlás, óvodai zsorkocsi, hogy akkor most ezt értem én, hogy a konyha főz az óvoda részére, de akkor most ez most van egy óvodai eszköz a közös konyhán belül, amivel az óvodásoknak csinálnak valamit, vagy szóval ezt hogy kell érteni? Ez egy elég érdekes felállás, tulajdonképpen az óvodája az épület, mert az én költségvetésünkben, tehát az én feladatom az, hogy felügyeljek arra, hogy ott a tisztasági veszelés és a rágcsáló és sovarítás megtörténjen, mert az épület, bármi berendezés, akár boiler, bármi elromlik, feladatunk azt, hogy megjavítsuk, viszont a konyha használja a tároló konyhákat. És mivel az önkormányzati a főzőkonyha, nem az óvodái a főzőkonyha, ezért a konyhához tartozik a két tároló konyhára az eszközbeszerzése. És a gyerekeink, amiből étkeznek, eddig az altárnyiokat, mint tárolunk, zsúrkocsi, ez az ő feladatuk. Annak idején, amikor saját konyhánk volt, és saját magunk működtettük a konyhát, akkor ugye természetesen az óvoda költségvetésében volt ez. Amióta ketté vált ez a feladat, azóta ez így külön tételként, és elég érdekes ez az összemosódás, de így oldalom érthető, hogy milyen szinten. Köszönöm. Ha most ezt a koncepciót elfogadjuk, akkor ezzel együtt elfogadjuk az összes intézményi igényt is. Nem, természetesen. Lehet, hogy akkor még nem volt. Tehát mi lesz egy kérdés tervezés? Nem tettem, hogy az intézményvezetőknek a kérése, az még nincs belépítve a koncepcióba, hiszen azért voltak, amik utolsó pillanatban érkeztek. Ezek azért vannak, hogy a költségvetés elkészítésekor
ezeket majd a kocsi tájékoztatásra. Elfogadjuk a testületet, mi igényünk volt az, hogy szeretnénk látni. Oké, rendben van. Nézd, hogy bizottság tette magát, hogy szeretné a intézmények költségvetési igényét megismerni. És polgármester úr meg úgy gondolta, hogy önkormányzati szinten is, bár ugye a törvény nem teszi kötelezővé a koncepciót, de mégiscsak praktikus a rendelkezésre álló információk alapján az irányvonalakat meghatározni. Tehát tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy az intézményi igényeket most ne tekintsük a koncepció mellékletének, mert a koncepció az egy önkormányzati iránymutatás, az intézményi igények, amik nagyjából összecsengnek, hiszen nem fogalmazódott meg egyébként, legalábbis én nem érzem azt, hogy bármelyik intézmény részéről megfogalmazódtak volna olyan igények, ami mondjuk meghaladná a szokásos, mondjuk az elmúlt 5 éves átlagot. De amikor majd a tényleges költségvetés összeáll, és ugye a személyi kiadásokat, a dologi kiadásokat ott már nevesíteni kell, és ott majd ugye a költségvetés az kétfordulós, szóval majd el lehet dönteni, hogy mi az, ami marad, mi az, ami nem. Tehát ez még idézőben házon belül sincs le egyeztetve, így bekértük egyelőre az igényeket, hogy a bizottság is mondja, is képet kapunk, hogy... Tehát akkor ez csak egyelőre tájékoztatás. És a koncepciónak tulajdonképpen ez a táblázatos rész... Mindig az intézményben vagyunk, Erzsikét is leállítottam. Jó, nekem az intézményben, különösen ezekkel a megjegyzésekkel, amit honnan kaptunk, hogy még nem részei és már még lennei, hanem elképzelései, hogy jövőben igen, mibe gondolkodnak. És hát mivel a döntéshozók mi vagyunk, jó, ha látjuk azt, hogy ott kint, hogy mondja, mibe gondolkodnak. De ez pontosan ez a lehető. Tehát még annyit, és akkor lehet egy további kérdés, hogy a koncepció nem tartalmaz számokat, csak a fejlesztések tekintetében. Pontosan ezért, mert ezek még nincsenek összerakva, tehát ezek irányelvek. Most már így teljesen világos, csak én azt hittem, hogy ez egyből van tűzve, hogy akkor így, ahogy van, ebből ki kell csemegézni, hogy mit fogadunk el, ki kell csemegézni, hogy mit vetünk el. Azért szerettem volna ezt előzetes kérdésként tisztázni, hogy miről is tárgyalunk itt tulajdonképpen. Ezek jönnek majd ide, amikor mi megkapjuk a februárja, januárban, nem most pontosan mikor, a tervezett költségvetést, akkor a már házon belül meg lesz az egyeztetés ezeknek a dolgoknak, és ezek kerülnek véleményem szerint majd azok elé, akik összeállítják a költségvetést. További, akkor ehhez a etaphoz. Én hagyd mondjuk a jegyzőasszonyhoz, mert ő is egy oldalas anyagot készített. Ennek van egy ilyen második pöntje itt a létszámi személytatásoknál, hogy a jegyzős tárhoz ismét előkerült, legalábbis önnél. Én azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy van ezzel kapcsolatban a pénzügyi határozata, hiszen már egyszer járt előttünk ez a téma, hogyha azt az abban foglaltak ismét elénk kerülnek, tehát azokat, hogy mondjam, taxatíve elénk hozzák, amiket ott kértünk, akkor újra erről mindjárt majd beszélünk. De ez... Jó, ennyi, semmi, szóval. Én fölírtam magamnak, hogy van erre egy határozat. Élelmezés vezető, védőnői szolgálat, és itt a vége. Ehhez az etaphoz, akkor nincs tovább, köszönjük a bejöltött anyagokat, és akkor Erzsike következik. Igen, én örömmel olvastam, hogy Alsóni Medél Duna alatti közötti kerékpárút tanulmány tervének az elkészítését is tettem, hogy ezzel nagyon örülök a másik kerékpárút meghosszabbításának. Tulajdonképpen ami miatt szomorú vagyok, és nagyon szeretném, hogyha a bizottság tagjai támogatnák azt, amiről már az elmúlt bizottsággyűlésen is beszéltünk, hogy ugye megint visszaválasztásul és visszaválasztásul, majd valami korrás készítjük a tervezőt természetesen, de az alszegi része nem vonatkozik a település tervezés. És ugye tudjuk mindannyian, hogy az alszegi rész rendkívül elvanyagolt állapotban van. Tehát én mindenképpen hiányolom ebből a tervezetből, hogy az alszegi résznek legalább a járda részét készítsük el, és próbáljuk meg a településnek azt a részét szépíteni egy kicsit, hiszen azt hiszem, hogy évek óta, sőt mondhatom, hogy évtizedek óta nem töltöttünk arra, egészségedre, arra a részre, és jogosan kérik az emberek, de úgy gondolom, hogy ez nem csak az alsónémedi alszegi embereknek érdeke, hogy ott rendben legyen, hanem az egész falunak.
Válaszoltok rá? Igen. Köszönöm. Ez a 11. oldal közepén, amikor a Bekok pályát a diszkvállalkozói felett és munkahelyeken elküldő önálló vonalmentes kerékpárok kialakítása gyakorlatilag egészen az országtól vonatkozik. Tehát itt van, tehát amit most te említesz, ez a konceptuális szinten, ez benne van. De ez a gyalogjárt a mikrobus? Gyalogjárt a kerékpár. És az alszegi résznek olyan tetvétele? Ez a közlekedés, most a közlekedés beszélünk, tehát gyalogjárt a kerékpárú, ez azt akarja. Így jó, hát, hogyha megnézzük, 11. oldal középsője? Igen, azt mondja, hogy az éjszakai 326. A 326. Így van, így van. Igen. Hiszen, ha mert ez kérdés lett volna nálam is, mert nem, akivel ő ez konkrétan, ami a végig, tehát gyakorlatilag szinte a földforgalomtól a Penny Marketig terjedő az ötös úttal kapcsolatban, az ötös útmenti közlekedést érintő kérdésekkel öleli ez a benne nagy van. Összeg, benne van, jó, benne van, benne van. Köszönöm, én sem tudtam, hogy ez azt jelenti. Igen, ezt én is meg akartam kérdezni, úgy látszik több, hogy megy. Köszönöm. És bocsánat, nekem is, és azért. Köszönöm. Mikor te tisztáztok akkor. Mennyi? Köszönöm szépen. Ehhez nekem is annyit hozzáfűzni magam, hogy egyszerűen lesz majd a legközelebb pályázati lehetőségünk. Fölül kéne vizsgálni a lévői gyalogjárt járdákat, mert egyébként katasztrofális a gyereket, mert az, hogy egyik háznál megy, fél métert emelik az útszakasz, épp is sehol nem láttam, nagyon sok helyen megfordultam, hogy egyszer erre pénzfordot kellene szerezni és egységesíteni a gyalogjárnak. Én csak egyáltalán jártam az utcát, végigkerestem, ennek biztos, ha valaki nem ismeri öt kezét lábát. Most tört el az egyik gyerek mind a két kezét. Géza éppen most mesélt. Na akkor tessék. Igen. Tehát én azt mondom, hogy biztos, hogy te is tudod, hogy milyen az utca, és hogy nincs lámpásítva. Tehát egyik által itt van, a másik egy fél méterre följebb. Tehát ez egységesség kéne tenni. Azért, mert aki ezt építette, nem tartott ebben a képét is szabályozat. Hiszen egy által, aki maga előtt járt, épített, annak az úgy kellett volna megépíteni, hogy megvan ennek a, azt hiszem, hogy sételek egy méterre a 10-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 10
akkor ez előbb a egységesített. Mert tudják a nőmározatot költösen, ők azt mondjuk, hogy a célpontjuk, ha tetszik, ha nem, és akkor egységesített, hogy ahogy állnak. Vannak olyan részények, mint a felső említett, mint a lasszik, ahol még földes, tehát egyetlen nem csinálható. Azt is egy olyan. De én azt mondtam, hogy főhelyezőre állítani ezeket is nézőnök, katasztrófás kiaszomult. Nem volt kitáltani, mert nem volt rá engedély. Köszönöm. Köszönöm szépen. További. Nem, most a rögtön jön, majd utána. Nem sokkal előttek. De akkor már megkaptad az előtt. Nem úgy te. Amikor előttelek, akkor utána te már megkaptad. Kész, most ő jön. Jó. Na, lehet, hogy az én... Zoli, ha oldalszámom. Oldalszámom? Nem, ott ugyanott vagyunk. Nem kellett állapozni, 326.409.974. forintnál vagyunk, itt ugye van egy pályázat benyújtva, építési napló megnyitva. Akkor ez pontosan mit akar? Mert én bevallom őszintén, hogy pénzügyi bizottsági tagként ilyen összegű beruházás eltervezésével nem találkoztam. Lehet, hogy nem voltam akkor pont a bizottsági ülésen. Itt volt a konkrét építési napról, itt semmiféle építési napról. Nem, be van nyújtva egy pályázat valamire. Annak van egy konkrét műszaki tartalma, ami ezek szerint 326 millió 400. Biztos volt tárgyalva, hogy legalábbis akkor, amikor ugye... Akkor lehet, hogy csak a testi szerint. Az első körben be lett adva a bekopa bölcsöde építésre, utána ki lett bővítve maga a pályázatírás az oboda tornaszobára és energetikára, illetve a kerékpárút építésére. Tehát ezek akkor ez az egész az? Nem, ez csak a kerékpárút, ez a svekok pályázat, ez a 300. Akkor lehet, hogy ez csak a testület tárgyalta, azért nem tudok róla? Ezt én nem tudom. Amikor a prorégió megvett a... A képviselők tudnak erről a 320 milliós pályázatról a benyújtásra? Hát ez minden a kóreszerben. Hát ez csak egy pályázat benyújtása. Tehát itt még körbeszerzésről szó nincs. De rendben van, Miki, de hát akkor ezek szerint erre készült valami terv, amiből körbeszerzésről a tartalom, az 326 millióban van megsatszolva, nem volt valami, nem? Még ez a tervezés is benne van. Szerintem a pályázat idő kiválasztása a lehetőzés bölcsődének volt, tehát az beszerzési szabályzat szerint nem. Oké, de akkor a 326 milliós pályázat is be van nyújtva. Hát arra módosítva lehet velük a szerződést.
Azt én nem tudom, hogy ezt a kakát a képviselőtestettel, nem tudom, hogy a pénzügybizottság is. Nem, nem az a kérdése, nem, hogy akkor be van nyújtva ez a 326 milliós pályázat. Igen, igen, igen. És ezek ennyi a zöld része. Ez 100%-os támogatottság, és ez a Penny Market-től egészen a déli iparterületig kerékpárút, a Árpád utcai busz megálló, ott a átvezetés az Árpád utcán is busz-sáv. A kialakítása a napelemes üzletemetőnél a lámpa, tehát ez egy ilyen. Hát akkor ez egy elég komoly beruházás, nem tudom, lehet, hogy így is jó. Én ennek a pályázatnak a kapcsán azt szeretném megjegyezni, hogy... Most, hogy így is jó, ezt azért próbáltuk így, mert itt a nevében benne van, hogy a munkahelyek megközelítő, és ebbe be lehetett tenni akár pénzügyi részt is. De azért ekkora összegőződött. De azért ez egy nagyon 5-6 kilométeres, rengeteg műtárgyat érintő. Világot, lehet, És most egy 100%-os pályázatnál, hát arról én sem hiszem, hogy ez volt egy pénzügyi bizottság előtt, hanem értelemben kell egy műtárgyat, tehát ez nem lehet. De akkor előtestületi döntés nem született. Én ígérem, hogy utána nézek. Márciusban. Izgat, és akkor az majd a Vekopról, az egész Vekopról. Igen, igen, igen. Északi vállalkozói terület, kerékpárhálózat, igen. És az összeg is 326 millió. De mindegy is. 40-es sorszám. Én ezzel kapcsolatosan annyit szeretnék megjegyezni, hogy lehet, hogy ez is egy fölösleges ígbe kiáltott elképzelés, hogy én akkor építeném meg ezt az utat a faluközpontba, hogyha tudnám a faluközpontnak a jövőképét. Tehát most megint megépültünk valamit, amit lehet, hogy majd egy év múlva, két év múlva, ha kialakul a faluközpont, akkor esetleg feltörünk, vagy nem tudom. A pályázat beadása még nem jelenti azt, hogy támogatási szerződést kötünk. Ha a testület úgy ítéli meg majd a pályázati döntés alapján, hogy ezt a beruházást mégsem akarja megvalósítani, nem teszi bele a költségvetésébe, és nem hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. Jó, csak ez a koncepció része is, hogyha pedig ezt a koncepciót elfogadjuk, ugye akkor erre fogunk kihatkozni. A táblázat az nem a koncepció része? Tehát itt nincsenek számok. A táblázat, az egyik táblázat, el kell olvasni a táblázat nevét. Az az, hogy Pest megyének le kellett adni különböző projekt javaslatokat. Ez a következő meg a beadott pályázatok. De sehol nincs az leírva, hogy ezekre a beadott pályázatokra, meg majd a támogatási szerződés megkötésére felhatalmazta a testület. Az rendben van, csak a koncepció. És csak bemutattuk azt, hogy a korábbi döntések alapján milyen úgymond részleges elkötelezettséget tett az önkormányzat, de hát ez a testületi döntések a pályázat beadásáról szól. Mindaddig, amíg nem köt a önkormányzat támogatási szerződést, döntött, hogy nem vesz igénybe a támogatást. Magam részre evidensnek tartom, hogy azokat a pályázatokat, amiket az önkormányzat elhatározott, hogy indul rajta, akkor a szerepet tettük a jövőévi koncepcióba. Tehát ezek vannak itt, tájékoztatásul, hogy ezek testületi határozatok alapján benyújtott pályázatunk, azokat itt szerepeltek, minket ezek vannak itt felsorolva. Igen, ez lehet, hogy csak ez az egy 326 milliósnál volt nekem világos. A többi tudom, emlékszem mindegyikre, tehát valóban ezekről voltak tárgyalások, tehát ezzel nincsen gond, ez akkor nyilván valahogy elmarad. De ezzel kapcsolatosan akkor is én fenntartom azt a véleményemet, kivéve akkor ez a tábla, ez a két táblázat nem a koncepció része, hogy itt átgondolandó az, hogy ebből a pályázatból az a része, ami a faluközpontot érinti, az mikor valósítandó meg. Ez az egyik dolog. A másik, akkor a Pest megyének leadott projektjavaslatai, melyek támogatási intenzitása nem ismert, és több évre kiadtak a költségvetésükre, akkor ezek nem pályázatok, ugye? Nem, hanem arról van szó, hogy a megye minden évben ígéretet kap arra, hogy majd a jövő évben a 100 millió
több száz milliárd forintot fog arra kapni, amit a települések között szétosztat. És ahhoz, hogy elméri ezeket a igényeket, minden településről be kellett az elképzeléseket nyújtani a megyéhez. Sajnos azért nem tudjuk jól, hogy nagyon picike az esélye, de azt meg nem teheti meg a kormányzatunk, hogy ha 5% esélye van, akkor is be kellett adni ezeket a megyéhez, az elképzeléseinket, hiszen ha mégis történik valami csoda és kap egy összeget a megye, akkor legyen lenne azt talán, hogy mi ezeket szeretnénk megvalósítani. Hát ezért talán ez egyébként egy kisebb súlyúnak érezném ezeket a Pest megyéhez benyújtott elképzeléseket. Még a pályázatok azok már egy konkrét elképzelést tartalmaznak, hiszen ott nyilván benyújtottuk a Tehát valami, ugye beletadva korábban Pest megyéhez, és aztán utána beadtuk pályázatba, és nyilván, hogyha nyer a pályázat, akkor... Visszavarunk a másikat. Tehát sajnos ugye a pályázati lehetőséget, ugye mindenki tudja, hogy miután éves költségvetésből gazdálkodnak az önkormányzatok, az lenne ilyen nagyon csodálatos, hogyha itt a, mondjuk ilyenkor a nem kötelező koncepció, de a jövő évi elképzelések feltérképezése körül minden önkormányzat tisztában lenne azzal, hogy milyen pályázati lehetőségei lesznek jövőre. Csak hogy ezt nem tudjuk. Tehát az egyik pályázatot kiírják februárba, a másikat beígérik márciusra, mégse írják ki csak novemberre. És ugye azt is tudja mindenki, hogy ma már azért elúszni egy pályázatot vétek, mert hogy egyre kevesebb lesz, tehát különbözős, elhangzott a kerékpárút, tehát hiába tudjuk mi azt, hogy mit szeretnénk megépíteni, megmondhatjuk mi azt, hogy szeretnénk erre pályázatot igénybe venni, de nincs arra a témára a pályázati kiírás, akkor nincs. És én azt gondolom, hogy azért eléggé intenzíven figyeli a hivatal, főleg Gabi, meg hát itt mindenféle hírlevéllel, meg egyébben értesülünk a pályázati lehetőségekről. És hát előfordult már azt, hogy valamit még akkor is érdemes bevállalni, hogyha nem biztos, hogy mi a mondjuk az első helyre azt tettük volna prioritásnak, mert arra abban az évben van lehetőség, jövőre már nem lesz, tehát nem mindig a mi értékrendünk igazodnak a pályázati lehetőségek. És most általánosságban beszélek, mert azért egy 100%-os intenzitású pályázatnak a nem megpróbálni igénybe menni, azt szerintem vétek. De még csak annyit, mert igazából azt szerettem volna elmondani, hogy a koncepció az csak egy iránymutatás. Tehát azzal, hogy ezek az anyagok le vannak hívva, az még nem jelenti azt, hogy ugye elfogadjuk a költségvetést, hiszen a költségvetést mi keresztül ugyanúgy két fordulóra lesz tárgyalva. Tehát az önkormányzatnak csak ez lesz a 2017 évi költségvetésében, amit a második fordulón a költségvetési rendeletben jóvá hagy. Legyen az beruházás, személykiadás vagy dologi kiadás. Tehát itt még az első tervezett elkészültétig is születhetnek ebben az országban olyan döntések, ami alapvetően meg tudja változtatni. Vagy hát nem mondom, hogy alapvetően, mert hál' Istennek mi állunk olyan nem rosszul, hogy alapvetően azért nem tudja megváltoztatni, de akkor úgy fogalmazok, hogy jelentősen. Hiszen a év végén, utolsó két évben nem először fogjuk be már elő, hogy születtek olyan döntések, legyen itt különböző támogatások vagy pályázati rendszerek tekintetében. Bár most jelenes. Hát igen, ennek a pályázati rendszernek mindentől függetlenül ugye az egy hátulütője, hogy ilyenkor meg elkészül a tücsök is, meg a bogár is adott esetben, mert hogy meg akarjuk ragadni a pénzeket. Nem tudom, de akkor ezeknek a projektjavaslatoknak nincs is testületi és háttér. A Pest-megyéhez adottak? Igen. Hát részben van, mert azért az, hogy itt polgármesteri hivatalt akarunk építeni, arra van. Több érvényes testületi döntés, az, hogy egészségügyi alapellátást akarunk fejleszteni. Tehát azért ezek abból a korábbi döntésekből vannak kiszedve, de hát itt tulajdonképpen összegeket is meg kellett becsülni. Hát ezek azok, amik becsült költségek, és arra várnak, hogyha esetleg a megye nem tudja hova tenni a fejlesztési pénzért, és mondjuk akar nekünk adni az egészségügyi alapellátásra a 1,5 millió forintot, akkor tudja, hogy erre már szeretettel várjuk, és nem tudjuk visszautasítani.
vár csak elég. Köszönöm a kiegészítéseket. Én hagyd tegyek hozzá, hogy ne csak mindig a kapott anyagot, hogy mondjam, szedjük ízekre, illetve mi is tegyünk hozzá, hogy itt elhangzik most már egy testületülésen, és meg a bizottságülésen is a járda, hogy a járdaprogramot feltétlenül valahol bele kellene illeszteni, hiszen itt a felhangzási kiadásoknál is felhasonlóva egy csomó dolog. Kerüljön be, én azt kérem, hogy kezdjünk hozzá. Lassan kifut a tényleg a településnek a szilárdburkolat útellátási programja, hogy így mondjam. A kerékpár út már benne van, mert az is égető. Benne van a faluközpont, benne van egészségügy, a járdaprogram is, és tudjuk, hogy úgy, ahogy ön mondta, hogy nem lehet tudni, de ezt is mindig elhangzott a rádióban, hogy most írnak ki ilyen tekintetben, vagy valamikor összeget megint most tettek félre erre a dologra, hogy meg is hirdették már talán, nem tudom, mert figyelik jobban, én csak rádió szerint elhallom ezeket a dolgokat. Hogy legyen benne, hogy egy hosszú távú vagy egy járda programot, mi együtt föl készüljünk erre a járda programmal, ha nem is az jövőre konkrétan, de fogjuk hozzá és tervezzük meg, hogy ennek hozzáfogunk a megvalósításához. Fölmérjük, hogy hol szükséges, egy sorrendet állítunk föl, és a többi, és a többi, és akkor fogjunk neki, mert teljesen jogos, amit ugye mi tudjuk, hogy milyen állapotokon lenni, ez az igazság. Elzsüket, tulajdonképpen a képviselőtársamot szerettem volna csak megerősíteni ebben a járda programban, hogy igenis nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen nem lehet a járdáinkon közlekedni. És én most nem azt mondtam, hogy a legkisebb utcába kezdjük a járdát építeni, hanem úgy, ahogy a másik képviselőtársam mondta, egy koncepció. Halászi Károly utca, Deák Ferenc utca, Rákóczi út, a Rákóczi útnak a fele már készen van, már csak a másik fele kellene, a Haraszti út, tehát a fő közlekedési utakat. És szerintem ha pályáznánk és nyernénk, az biztos, hogy nagy lökést adna, de ha nem nyernénk, én valószínűleg tartom, hogy a lakosságot is be tudnánk ebbe vonni, és biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy az utak aszfaltozásánál, itt is számíthatnánk a támogatásukra. Hiszen most nem olyan régen történt, hogy a Deák Ferenc utcában, ha járdán ment a gyerek, és egy ilyen bukkanóra ráment a biciklivel, mind a két keze eltört. Tehát én is úgy gondolom, hogy égetően szükség lenne a jó minőségű járdákra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tovább. Húzatérni, hogy az Aranyás utcán is ég lehet menni Bukdácson, mivel rég ezer éves lerakott köveken. Azt múltkor is szóba hoztam, Miklós, nem tudom, hogy tettetek-e, bocsánat, hogy a lámpát szeretném. Megnéztem. Valóban. Utána megnéztem. Mert az ott valaki egyszerűen összetudjunk látokban, hogy baj lesz. Köszönöm, hogy ezt nem jelentettem. De megnéztük utána, köszönöm, hogy az nap, vagy másnap éjjel. Átható, hogy még egyszerűen után. Ugyanez van a halászén is. Ugyanez a kő van végül. Igen, és már szinte kell vannak. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy ennek semmi akadálya, ugye van egy bizottságunk a mindenkező feladat, hogy a bizottság tegye javaslatot a testületnek, hogy a testület félétel a településfejlesztési bizottságot, hogy készítsenek el egy hosszú távú járdafelújítási építési koncepciót, és erre pénzügyi keretet javasol a pénzügyi bizottság a 2017 évi költségvetésben erre elkülöníteni. Azt, hogy mennyit meg fogja. Nincs ebben egyetek, hogy jövőben. Persze. Itt ugye nem lesz település, nem volt lett, de nem lesz. Utcán összes járvát kell kérdezni. Jó. Én magam részéről tehát akkor azt javaslom, hogy ezt a kiküldött hatályozott javaslatot, ami ennek az egész csomagnak a végete le van. 12. oldalon ezt fogadjuk el, és legyen egy második adatot, mint ez a bizonyos járdaprogram. Bocsánat, ennek úgy csak az ABÉVA részhez lehet kérdezni a felügyelőbizottságot, mert egy elég szignifikáns része a koncepcióban az ABÉVA és a hozzá kapcsolódó részéről. Lehet tudni az amit, vagy amit olvastunk, az van. Egy újdonság van, hogy nem olyan régen kifizette a Glick a tartásságra, és a főkényesztő 20 millió, majdnem 25 millió forintot. Egyéb más dolgot nem mondott nekem a Tamás, illetve a pénzügyi bizottságon nem hangzott el, hogy esetleg mi lesz a jövő. Ugye itt is úgy látszik, hogy
ahogy él, nem is tudom, hogy 23-ától indulnak a tárgyalások ezzel a új klikkel, illetőleg a üzemeltetés átadásával kapcsolatosan. Tehát éppen ezért abban van igazság, hogy amit az Améva Kft. Megfogalmazott korszerűsítési, felújítási javaslatokat, ötleteket, szükségszerűségeket, azokat valóban majd a költségvetés során át kell gondolni, hogy mi az, ami ebből indokolt, és mi az, amit hát rá kell hagyni a jövő üzemeltetőjére. Azzal, hogy azért a mi gyerekeink tanulnak. Hát mindig ezt kezdem el, hogy az iskola, ami fontos része van. És nem akármilyen iskolánk van. Így van. És nem szabad hagyni az, az biztos. Nem akármilyen iskola. Szép is. De a kérdésem az, hogy előfordulhat az, hogy a költségvetési koncepció, vagy a végleges költségvetés, ami két fordulóban lesz, és az is az, találjuk szerződésüket, így kell? Hát ezt én szerintem meg tudom mondani, hogy nem, most gondolom, hogy előfordulták, és már csak előfordulhat. Tehát miután ebben nem mi vitáljuk a feltételeket, illetve a határidőket, előfordulhat. A Kulos Könyi azt mondta, hogy mindenféleképpen ezt rendezni akarják most december 15-20-ig. A számát szerették volna rendezni minden hónapban. Jó, csak ehhez képest azt gondolom. Azt már, bocsánat, tudjuk, hogy tőlünk adik évi 40 millió forintot várt el arra, hogy az önkormányzat szálljon be az üzemeltetésbe. Igen, most a egy-két napos. Hadd kérdezzek meg, most eddig a PIK, amit használt eszközöket, és mondjuk rosszak lettek el, nem próbálod akármi, ezt most kifizeti meg ők, nem fizetek, nem lehetem ebbe mondani, hogy fizessék be ezt akármi? De ezt azért kellene, de hogy nem. Azért ezt ők fizetik? Hát készült egy leltár, hogy ebbe fel lehessen lépni jogértelembe is a PIK-tel szemben, hogyha a vita van. Jó, köszönöm. De akkor már csak egy kérdés, hogy itt nem teszem fel ezt a részt többet. Ugye akkor, hogyha nem születik meg a PIK és az önkormányzat Abéva 3-4-3-4-3 megállapodás, akkor a koncepció vagy a költségvetés során óvatosság erre alapján komoly összeget tegyünk félre Abéva üzemeltetett, fenntartott épületek felújítására, üzemeltetésére, ilyen célra. Azt gondolom, hogy mindig van tartalék a költségvetésbe, ezt az első forduló tárgyalásakor már látni lehet, illetőleg a költségvetés bármikor tudja módosítani a testület, hát ugye most is ilyen nagy és a harmadik módosítást ejtettük meg. Azt, hogy ennek kötelező előirányzatrendezés, testületi döntés, vagy éppen majd a ABÉVA-val kapcsolatos, vagy az üzemeltetéssel kapcsolatos bármilyen döntés lesz az indoka, az részletkérdés ilyen szempontból. De én azt gondolom, hogy a probléma úgymond mindenki előtt ismer, de a költségvetés első tárgyalásai én azért bízom ennek végére. Fogjuk tudni, hogy most ennek a hatása a költségvetést befolyásolja. Köszönöm. Én is köszönöm, mert nagyon jó kérdések voltatom egyébként. Nagyon befolyásolja valóban, hogy azt mondja, megerősíti a leendő költségvetésünket, hogy mire jövünk egymással. Ha más kérdés nincs, akkor, ahogy mondtam, javaslom ezt a tagadókérdéseket elfogadni. Mert fölmerült, hogy a négyőszintől akkor a minek nevezik áldaprogramban szerepeljen ebbe, akkor ezt... A szokat javaslom, hogy a koncepciót. Úgy értettem, hogy a koncepciót, hogy azt is emeljük ebbe az elképzelésekbe vele. És akkor még egy kérdés, szintén szerintem ehhez a csomaghoz jött a közalapítvány kérdése. Azt kell beszélnünk, vagy... Nem kell beszélnünk itt a közalapítvány kérdése az asztalunkon, az neki van küldve elektronikusan, de én azt mondom, hogy most ez nincs napira tudom. Nem döntöttünk semmilyen konkrét támogatási összegbe. Abban meg elvi döntés van korábbról, hogy akarjuk támogatni, de ugyanúgy akarjuk a sportot, a többit is, és ugye konkrét összegek tekintetében még... Ez is egy nem csomag, ez a támogatási csomag egyetértelműen maximálisan. Jó. Tehát aki egyetért azzal, hogy akkor a koncepció részét képezze a járta koncepció is, az összes mellett, ami itt van, és még majd, ami előjön, még majd a tervezés, az tegye fel a kezdet.
Aki nem tartózkodás, megállapítani egy hangból. Köszönöm szépen az intenzív hozzászólásokat, vitát, így mennek előre a dolgok. Áttérünk a következőre, a belső ellenőrzési ütemtervre, melynek a véleményezése a feladatunk. Ugye egy ilyennel már találkoztunk az idén év elején, ez itt a jól az előzmények. És én már edzőasszony talán négy szem közt kérdeztem, vagy nem tudom már testületén, hogy muzsikál az új belső ellenőrzés. Azt hiszem egy szó mondott rá, hogy alapos. Ennél többet? Nagyon jó. Hát teljesen, tehát meg is kell szokni, úgymond ezt a fajta munkamódszert, mert ugye a korábbihoz képest azért nagy a változás, mert ugye itt egy kétgyakorlati kapcsolatra, és a különböző témájú ellenőrzésekhez különböző szakemberek jönnek, tehát végképp nem fordulhat az elő, hogy egyik megállapítás befolyásolja a másikat. Én most arról tudok beszélni, amilyen ellenőrzésekre ez idáig sor került, de a mindennapi munkában is, tehát ha én fölhívom a belső ellenőrünket, akkor az irodán belül is meg tud kérdezni kollégákat, különböző témák szakembereit, hogy adott esetben mi a vélemény, vagy éppen mi a jogi álláspont. Tehát ilyen értelem a munkában is sokkal inkább részt tudnak vállalni. Majd az éves jelentésben ugye a részletek is, most itt az adópolitikánál, mert pont az volt a augusztusi jelentés, hogy a dőlbetűs rész az adó hátrálék beszedésével kapcsolatban tett megjegyzések voltak. Hát érdekes, mert volt olyan, például pont a térítési díjak ellenőrzésénél, aminek az utó ellenőrzését kértem is, mert most itt a számvitel területén ebben a témában megint változások várhatók január 1-től, tehát nagyon úgy tűnik, hogy amit most kialakítottunk rendszert, az január 1-től megint változtatni szükséges. És ugye miután ez több területet érint, ezért fontos, meg ugye nem mindegy, hogy melyik intézmény költségvetésébe, hol van bekönyvelve, kiállítja ki a számlát, tehát ezért kértem azt, hogy ezt egy utóellenőrzés keretében után nézzük meg. Nem tudom, hogy mi az, ami még esetleg. Én nekem is megütött a fülemet, hogy emelt, amit ezzel mondani, a behajtásokat, és ahol nem találom azt a mondatot éppen írtam, csak el akartam idézni, hogy sokkal jobb az adóbehajtás, mint a megelőző években. Mitől több? Mi változott ebbe a dologba? Hát a 2015-öt néztem, ugye tudjuk, hogy 2014-ben ugye mi történt, tehát erre azért fokozottan odafigyeltünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsénk is volt. Tehát 2015-ben ugye a vállalkozásokkal kapcsolatban az inkasszó begyújtása, hát ott el volt hűve a belső ellenőr is, mert ugye ilyen stóc papírok. Nagyon nehéz inkasszóval beszedni a tartozást, mert ugye általában a bank azt küldi vissza, hogy már nem is élő, de nincs rajta forgalom, meg egyéb. És valahogy akkor a szerencse is egy kicsit mellénk szegődött, pont a vizsgált időszakban, mert hogy olyan tartozások, mondjuk az egyik vállalkozónál sikerült egy olyan számlára elküldeni az inkasszót, amiről mondjuk több tételben mindjárt lekaptak 18 millió forintot. Tehát ez nem mindig csak a munkamennyiséget jelenti, hanem úgymond a szerencsét. Úgymond a szerencsét. Köszönöm. De azért rá is hajtottunk pontosan azért, mert... Én is így gondoltam, hogy csak kitűnt ez a mondat, hogy feltűnő volt ez a dolog. Köszönöm szépen. Én a magam részéről nem látok kivetni valót abban, hogy elfogadjuk ezt a kis javaslatot a testületnek. Aki velem egyetért, azt igazat kérdezni, bocsánat. Ez csak egy apró korrekció, a határozati javaslatban az van, hogy 16 évre szóló. Az 17. Akkor jó, akkor ezt mindenki is átrehagytam, és egy nagy piros követettem, igen. Tehát 17-es fogadjuk, persze. Az ember írja a 16-os határozatszámot, és oldatlanul. Csak tehát azt mondjuk. Igen, 17. Tehát úgy fogadjuk el a tartat, hogy alul az elsősorban a 17. éve szóló verseny után tehet. Aki egyetért, aki nem tartózkodáson, arra nem érte. Én cserélek a kérdés, hogy ez
ez az ÁSZ vizsgálati jegyzőkön ez jó plusz általánosságban. Igen, az is jó kérdés, köszönöm. Hát ez most érdekes, inkább így fogalmazok. Tehát most már, amióta megjött, azóta olvasgatom, hogy egyáltalán értelmezzem, lehetne rosszabb is. Tehát akkor nem kell rettegnünk, meg keseregnünk, hanem inkább érdekesség, hát, semmi. Ez egy éves vizsgálat, vagy egy évig volt itt az ÁSZ? Másfél időz. Köszönjük szépen, és de ide akkor... fog kerülni egyébként a testületet, csak ugye most még az észrevételezés. Költségvetési átcsoportosítása tárgyalása elmény 6-os napirend. Most már ez a rendes napirend szerint, számolás szerint. Ugye benne van egy olyan mondat, amit talán örömmel is részben, legalább részben nem örömmel fogadhatunk. Viszont a hungáriás követelésünk, vagy hogy fejezzem ki magam, megérkezett. Javasolja a polgármester kiegészíteni egy szép kerek összegre, illetve várjuk ugye a második 181 milliókat is, mert a Mentéred úrra bejelentette Pogácsás Tibor úr, hogy lezárult a jó tanulóknak a megjutalmazása, ebbe körbe tartoztunk ugye mi is, és akkor így összességében javasolja ezt a két felhatalmazást, hogy mind a kettőjén most már a bevált fél éves kincstárjérő vásárlást magam részéről támogatom, tessék parancsolat. Jó, hogy bármi nem érkezett meg a 181 millió forint, de a támogató gyönt is már megkaptuk. Köszönöm. Aki egyetért az előttekben próbáltak, az bocsánat, tessék. Én nehezett mondjuk például, hogy megnálok 170 kérünk, amikor ugyantól a komosság jelentkezünk azt, amiről beszéltünk. Ez is egy jó felvetés, igen. Ez zárt. Szerintem erről beszéljük. Zárt ülésre beszéljük, vagy? Igen. Akkor nem lesz zárt ülés, majd testületén gondolom. Én tudok mondani most is annyi információt, hogy mindenki fogja érteni, hogy én felvettem a kapcsolatot. Ugye arról nyílt város ülésen kapott a tisztelt képviselő testület tájékoztatást, hogy ugye a korábbi az ügyvédi iroda, ha nem zárult volna le is, ugye ő eddig vállalta. Én úgy tudom, hogy a hétben maradtak, hogy az ügyvédi iroda elszámol, úgymond a önkormányzat felé, már az elszámolás alatt az iratjegyzékkel együtt az összes meglévő irat megérkezését várom, és én ezt jeleztem is oda, hogy miután itt egy elkészített iratjegyzék lesz, most akkor majd megérjem már megint. Hanem majd ezt, ami megérkezik, ezt én továbbítom oda, ahova kell, és hogyha még szükség van bármi nem új iratra, megígyék, de akkor. Köszönöm szépen. De majd egy telefonszámot kérnék, ha nem találom most a telefonomban, miután az e-mailre még visszajelzést nem kaptam, és meg akarok róla győződni, hogy olvastál. Jó. Köszönöm, köszönöm kiegészítéseket, köszönjük, és akkor hatály tevasatot javasló elfogadás. Aki nem, megválasztottam, hogy egy hangú volt. És köszönjük Anák úrnak, hogy kitartó, de már megszoktuk ezt tőle. És azt is köszönjük, hogy most olyan helyzet állt elő, hogy Tamás ismét nem tud jelen lenni sajnos. Két napi rend következik egymás után. Ezzel kapcsolatban, a Mévával kapcsolatban a harmadik negyedéves tevékenységről szóló beszámoló, amit már nekem korábban megküldte, de leálltam egy érzőasszonyok, tehát hivatalban is már jókorán megérkezett ez az anyag, tárgyalt a közgyűlőság. Ez a 7-es napi rend, és a 12-es határozatával kell, ő javasolja elfogadásra a testületnek is, illetve hát ők elfogadni, igen. Elnök úr! Ezzel kapcsolatosan én szeretnék mondani, és hogyha a Hanák úr úgy ítéli meg kiegészíti azt, hogy semmi rendkívüli esemény nem történt az Abéva Kft. Harmadik negyedéves gazdálkodásával. Egy újdonság van, nevezetesen az, hogy elkészült a társaság által korábban megrendelt részletes leltár, tehát az iskolában... Tessék? Igen, tárgyészköz leltár, tehát az iskolában az összes létező elsőtől az utolsó szegik, hogy úgy mondjam, le lett leltározva, le lett szorosítva, fel lett címkézve. Ez egyszer mind azt is fogja befolyásolni, és ezért van ez a felügyelő bizottsági határozaton is megemlítve, hogy ugye ezen kiértékelése megkezdődött, és ez fogja az amortizáció keresztül érinteni a társaság évvégi eredményét, hiszen a negyedik negyedévben egy sokkal nagyobb, valamivel nagyobb amortizációval kell számolnunk.
egyebekben nincs semmi izgalmas, vagy legalábbis ezt kaptuk a könyvelőtől, illetőleg Hanák úrtól, hogy ők is ezt hasonlóképpen látják. Köszönöm, Hanák úr, érszem. Csak röviden köszönöm. Én úgy fogalmaztam magamat, hogy meglepetésszerű gazdasági események nem történtek a tárgyalások során. A bevételek, költségek, kiadások, elszámolások, dokumentáltsága megfelelő volt, rendezett volt, csak úgy, mint a számvitel és a társaságnak a munkakapcsolata. Ahogy elnök úr említette, a fejbizottság elnöke, említette lényegében két említésre mértő eseményről, beszámol, amiről be is számol, a klikbőző rendezése, illetve a tárgyi eszközök feltárfelvétele. Ez alapvetően megváltoztathatja a tárgyi eszközök amortizációját, illetve a majd könyv szerinti értékét, hiszen a felvett eszközöknek a dokumentálása legjobb fontos, azokat be kell sorolni a megfelelő kategóriába, tárgyi eszközök közé, és épp annak a értecsökési lennását el kell számolni. Tehát azt gondolom, hogy lényeges esemény nem történt a társaság életében. Köszönöm. Mondjuk, hogy mi is javasoljuk ennek a elfogadást, megtárgyalását és majdani elfogadását. Köszönöm szépen minden úrnak a kérdészítést, bizottság. Én megfogadásra javaslom, aki velem egyetért, ezt tegye fel a kezét. Köszönöm. Egy hangulat láttam, és akkor a következő a 8-as. A jövő évi elképzelések, véleményezések, ezt is tárgyalta a bizottság, vagy a felügyelőbizottság, és erről is azt nyilatkozták, hogy elfogadásra javasolják. Ez a 13-as felügyelőbizottsági határozat, ebben van már részletezve ez a bizonyos tárgyi eszközlete, ami előtt is kell már egyszer követett. Én jól láttam, hogy két eredményi kutatás van, és az egyik át van húzva, hiszen nem áthúzott az ez rossz. Igen. Én sem szeretném egy kettős látásra legyen, mint mindig. Azért mindig csak van. Tehát nyilvánvaló, hogy bennmaradt véletlenül. Igen, azért. Az egyik is a 24 milliós. A 20, minusz 24 milliós. Az az a diány. Így van. Amit áthúzott volna. Nem tudom kiúsztál, de az a rendes forradalom. Én szerintem a számítanó hiányzik egy felvétel. Ugye az a sok bizonytalanság, amit én is említettem, meg a Tamás, amit összeállította az előző napi rendhez, a koncepcióhoz, az azért valószínűsítem, hogy az itt a tervben is már azért felelhető a számunk területén. Hát a számunk területén mondjuk elsődlegesen az látszik, azért növekszik meg a veszteség. Ugye körülbelül az idei évben olyan szerintem 12 körüli veszteséggel számolunk, és végig a duplájára emelkedik. Ennek az elsődleges oka az az, hogy ugye kiesett egy bérlője az a Kft-nek, nevezetesen a Rosa Kft. Ennek okából a tavaly vagy az idei évre tervezett 70 valány millió helyet, ugye 60 millió 450 ezer forint bérleti díj került betervezésre, de természetesen ez a klikket még tartalmazza, tehát nem tudtuk előzetesen azt, miután nem látható, hogy hogyan fog ez a klikkel való együttműködés kialakulni, nem volt tervezhető igazából a jövő évi üzleti terv kapcsán, hogy ezt úgy számoltuk, mint hogy a januártól is. Jelentőnek az egész csorlatot? Nem. Nem, hanem az innenső része, ahol az autószalon, az kivonalaz továbbra is, és a középső része, egy része azt hiszem, nagyobbik része, meg a motorszalon ott voltak a Krisztiánék. Az ők. Azt kiürítették, igen. Tessék, köszönöm. Bocsát, úgy tették, nem arról volt szó, de nem tudom, hogy az átvédésen pár egyébként mindszer jó sem volt egy javaslatot gyűlölni felőjére. Érdeklődés van. Ha tudjuk, hogy elkapunk, nem nincs rá, hogy mit tervezünk. Rákérdeztem én is erre, azt mondtam, hogy két hét múlva lesz erre. Rákérdeztem, bár nem csak az apropóból, hanem más miatt.
talán két hét múlva fog egy érdeklődőt a választ kapni. Tehát többször megnézték, már voltak egyik visszak is, értelemszerűen ezeket. Én is így tudom. Köszönöm szépen. Én javaslom, hogy ezt elfogadását a kezdővel, mint ez volt a kezét. Aki nem, tartózkodás mellett, mint a hangú. Átkérjük a... Köszönjük Hanák úr, hogy megjelent, és értékes kiegészítését megint megtette. A 9-es, Varsony Rócsák Központi Általános Ügyelet Feladatok Feladat Nagy Tanács Kérdésé Kft. Díján felülvizsgálata, ami emelés irányoz elő. Ugye ezzel a levéllel keresztem egy iniciatívot körülbelül a polgármester urakat, mert ugye mondom mind a kettőt. Van egy határozat hozzá, indoklás, béremelés, az idei béremelés húzza a bérüket, és ahogy én itt olvasom, az az egyik alapvető indoka, és hogy ne menjenek el, tehát megtartani ezt a csapatot, aki jelenleg úgy ítéli meg, hogy jól működik. Én gondolom, hogy ha nem így volna, akkor a vízerőzők nem is bevonnalan ezt az előterjesztést, már nem megy a működést, mert ezek nem érkeznek visszajelzések, ugye azt írja, hogy olyan kritikusan a levelében érkezett ilyen is, meg olyan is hozzájuk. Parancsoljanak esetleg kiegészíteni a tasztalatot. Én amikor azt szeretném kiegészíteni, hogy Olcsó már októberben elfogadta ezt a határozatot. Köszönjük, köszönjük, hogy már fogadnak rajta, és ilyen tulajdonképpen megjelentem. Kívánom ezt a hangot. Kívánom ezt a hangot. Kívánom ezt a hangot. Kívánom ezt a hangot. Tessék, barátok, kérdés. Én is azt gondolom, hogy nyilván egészségünk minden pénzt megér. Ugyanakkor én azért kíváncsi lennék, hogy az utóbbi 4 évben évente mekkora összeggel mentek ezek a díjakat, mert én minden évben itt látom ezt a javaslatot, és nem kis összegekkel. Tehát nem kérdés, hogy mindig költsünk erre, csak hát ebben egy kimutatást kell megérni. Kérhetünk akkor egy kintatást? Te mi volt az utóbbi? Igen, ugye azért a 2.283.000 forint az nem a A következő az igazgatási szünet. Mert hogy rendelet azért van, ugye? Igen. Különben az utolsó kettő szerintem nem tartozik olyan nagyon rá. Rendelet. Ugye volt erre már példa, kipróbál dolog ez, volt ahol sokkal hamarabb ezeket az dolgokat már bevezettük nagyobb városokba is. Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy a híja is értelesen nem okozott fennakadás, nem volt belőle a probléma, akkor azt mondom, hogy támogassunk. 9256 pillanat a hócsát javar esélyen. Tehát 5 hét is lehetne értelemszerűen, hogy a 2 hetet sem javaslom egy, de pontosan azért, mert hogy közben munkák vannak. Nagyon nehéz olyan, nem is tudunk olyan 2 hetet találni, hogy a festés miatt muszáj volt, ami a hivatal minden részlegének egyformájú. Mert az egyiknek a fél éves zárás miatt, a másiknak a 20. örökös havi jelentések miatt, és ezért gondoltuk, hogy akkor megbontva. Még a nyári végén megvan volna, tájékoztatjuk a lakosságot. Igen, már működött. Magam részéről támogatom, hogy kiért a köszönöm, egy hangot. És az változtatási tilalom. Ugyanúgy, valamit mondta valóban, hogy ez után. Bizottság elégzett életedet, és a tervezetet. Ha rajta néztek, meg lehet látni, hogy miről van szó, tulajdonképpen, hogy ez a felső elef által
felsorolt helyszámok és felsorolt területeken rendelik ezt a változtatást. Mivel már tudjuk, hogy itt alakult ki egy helyzet, ugye, itt ennek a belső részén, ez a bemenőjön a 952-es út, ugye az, ami itt a kritikus, az annak idejárás, annak a vállalkozásnak, és hát egyszer most azért ezt az állapotot így két évvel, ha jól olvasom, de tudnánk, hogy az a Max 3. Max 3, igen, mert utána én hatáját veszik. Én a magam részéről megértem a problémáját, támogatásra javaslom. Csak egy kérdés, hogy ez valami kérelemre történik? Folyamatosan ott a út mellett, amit a barányomitet mutatjuk, az a nagyon szűk útnak a mellette lakó, azok folyamatosan most romolják a hivatalatot. Hát a jelenlegi kész alapján, hogy a másnak is hasonló létesítményre ki lehetne a kisítési engedélyt, és nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát ha valaki majd eladom ezt egy komolyabb építmény engedélyt, akkor azt elmondom, csak kíváncsi voltam. És ezekbe a helyre az is számunkra, ez tegnap a település rendezésén és kérdésként elhangzott, tehát ezek azok a helyre az is számunkra, amelyek csak erről a közelíthetjük, tehát le is van így, mert ez nyilvánvaló érdekel. Javaslom elfogadása az utolsó napján, tehát aki vele egyetért tartózkodott, megállapítani az egyhangba, egyébek napján nem vettünk föl semmit, köszönjük a kérdéseket. Kérdezni szeretném a karakterát.